Januárban sem unatkoznak majd a Tolnai Vármegye székhelyen élők. Ebben az esztendőben két jubileumi évfordulót is ünneplünk, mely kapcsán a Babics Mihály Kulturális Központ január 19-e és 25-e között a Magyar Kultúra hetének keretében készül számos eseménye. Babics Mihály Kulturális Központnál nincs szünet, ezt tudjuk hosszú évek óta, ezért a 2023-as évet is egy igen gazdag programkínálattal próbáljuk elindítani. Mindannyian tudjuk, illetve sokat hallottunk róla, hogy ebben az évben két jeles évforduló is zajlik, és ezzel kapcsolatban két olyan emlékév is zajlik országunkban, amelynek sok fontos eseménye lesz. Egyrészt Kölcsei Ferenc himnusza 1823-ban született, akkor nyelte el a végleges formáját, illetve talán legismertebb, egyik legjelentősebb, legjelesebb költőnk Petőfi Sándor is 1823-ban született, tehát az ő születésének a 200 éves évfordulóját is ebben az évben Ünnepeljük. Ezzel kapcsolatban mi január 19-e és 25-e között a Magyar Kultúra Hetét arra használjuk fel a szó jó értelmébe, hogy számos olyan rendezvényel, színházi előadással, kulturális eseménnyel emlékezzünk meg ezekről a fontos dátumokról, amely minden bizonyal az iskolás rétektől, egészen a felnőttek számára sok érdekes programot kínál. Színházi előadások zajlanak, kiállítás zajlik, gyermekrajz kiállítás zajlik a házban. Január 19-én immáró 20. alkalommal kerül megrendezésre a Mésző Miklós Emléknap, amelynek a Művészetek Háza tud otthont adni ebben az évben ismét. Emellett a színházi évadok is folytatódnak, majd január 29-én vasárnap egy újévi koncertre is sor kerül. Picit elhalasztott időpontban, de annál nagyobb lelkesedéssel szervezve szeretnénk köszönteni az új évet valamennyi támogatóunkkal és a város lakóival együtt. A Budapest Jazz Orchestra kiváló vendégművészekkel, Poyák Lillával és Gájer Bálintal érkezik. Azt hiszem, a korábbi évek hagyományát ezzel folytatni tudjuk, hogy egy nagyon színvonalas program nyitja meg a kulturális évadot ebben az évben is. hogy álom, mert mindig más. Az súlya lehetsz te még egy igazi sztár, és lemezel a leved már. Azt hiszem nem győzzük eleget hangsúlyozni, hogy ebben a nehéz helyzetben is az a legfontosabb, hogy működni tudjunk. Az előző évben, az előző év végén, utolsó negyed évben igen komoly megtakarítás sikerült elintér. Elérnünk az intézményünkbe közel 50-60 százalékos energia mind a távhő, mind a villamos áram terén sikerült elérni, de hát az áremelések sajnos ennél még nagyobbak, tehát így is egyrészt folytatni kell ezt a takarékosságot, másrészt majd az idejévű költségvetésünk tekintetében tudunk előrébb látni a városi nagy rendezvények is majd ennek függvényében kerülhetnek megszervezésre. Mi mindenképpen arra készülünk, hogy a nehézségek ellenére folytassuk az előző évek megkezdett munkáját, és talán azt is elmondtuk az évvégén, amit nagy örömmel most is elmondhatok, hogy beért annak a munkának a gyümölcs, amit a Covid utáni időszakban először nehezen éltünk meg. Most már újra telt az előadásaink, legyen az bármilyen színházi, egyéb más kulturális esemény, moziműsorok, úgyhogy nagyon nagy szeretettel várjuk ebben az évben is vissza a város és a térség lakóit. Az igazgató a márciusi hónap programjairól is beszélt. A Petőfi emlékév kapcsán a március 15-i ünnepséget is egy e nagyobb mértékben, nagyobb léptékben kívánjuk megszervezni. Március 11-én eh, több hagyományőrző egyesülettel és a budai honvédek kiváló eh, felkészültségének köszönhetően valószínűleg egy nagy csata jelenetet tudunk ide varázsolni a város központjába, ahol eh, bemutatkozhatnak a magyar huszárok, a honvédek, a hagyományőrző ruhák, fegyverek, ágyudörgés, a lovascsata, a lovasroham és sok-sok más érdekes program vonza szerintem egy kicsit nagyot egyaránt. Természetesen a március 15-i emlékünnepség is ugyanolyan fontos szerepet tölt be ebben az évben, de, eze, de most ez 2023-ban a jeles évforduló alkalmából egy többnapos rendezvénysorozat lesz.